A Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtótájékoztatóját mutatjuk be. A törvényben előírt határidőhöz képest majdnem két héttel korábban, március 6-ától elérhetőek az ügyfélkapuvá rendelkező magánszemélyek részére a NAV által elkészített adóbevallási tervezetek. Kovács Máriát, a Győr-Moson-Sopron megyei adó- és vámhivatal ügyfélkapcsolati főosztályvezetőjét telefonon értük el. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén mintegy 5 millió adóbevallási tervezetet készített el. Ugye a törvény alapján március 15-től érhették volna el azok a magánszemélyek, akiknek ügyfélkapujuk van, tehát elektronikusan az elkészült adóbevallási tervezeteket. Azonban jóval korábban, majdnem két héttel korábban, tehát már március 15-től elérhetőek ezek az adóbevallási tervezetek elektronikusan, tehát azok a magánszemélyek, akiknek van ügyfélkapujuk, hogyha ők fölmennek a nav.gov.hu, tehát a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatal oldalára, és azon belül a személyi jövedelemadó portára, akkor ott már ez az ESZIA kis ikon zöld, tehát aktívvá vált. Ugye korábban ez szürke volt, nem lehetett megnyitni, de most már ez zöld, és ezen keresztül, akinek van ügyfélkapuja, rákattint, és már ott is van neki a számára elkészített adóbevallási tervezet. Ezeket a tervezeteket a Nemzeti Adó és Vámhivatal a rendelkezésére álló munkáltatói, kifizetői, bevallások, adatszolgáltatások alapján készítette el. Fontos, hogy azok, akik valamilyen kedvezményt érvényesítettek, vagy esetleg az előző évben nem érvényesítették azt a családi kedvezményt, amire jogosultak lennének, mert most szeretnék egy összegbe ezt a bevallásban érvényesíteni, nekik ezeket a sorokat mindenképpen érdemes megnézni, összevetni a rendelkezésükre álló igazolásokon szereplő adatokkal, és hogyha nem megfelelő a tervezetben kiajánlott adat, akkor azt módosítani kell. Tehát a legegyszerűbb elérése ezeknek a tervezeteknek az ügyfélkapus elérés, és ezen keresztül a legegyszerűbb a módosítás, javítás is. Szintén érdemes azoknak foglalkozni az adóbevallási tervezetükkel, akik tudják, hogy esetleg volt olyan jövedelmük az előző évben, amiről a NAV-nak nem lehet tudomása, például ingatlan eladásból vagy bérbeadásból származott jövedelme, akkor ezekkel a plusz adatokkal ki kell egészíteni, módosítani kell az adóbevallási tervezetet, és ezután elfogadni. Ezzel egy időben, tehát amikor az ESZIA felületen keresztül belép ügyfélkapuval a magánszemély adózó, akkor rögtön az 1+1%-ról is tud rendelkezni. Itt ezen a felületen egy keresőprogram is segíti a felajánlást, tehát érdemes erre odafigyelni egy kicsit az adózóknak. És akinek nincs ügyfélkapuja, az mit tegyen? Akinek nincs ügyfélkapuja, nekik március 19-ig van lehetőségük arra, hogy postai úton kikérjék az adóbevallási tervezetüket. Erre több lehetőség is nyitva áll, a honlapunkon erről van egy részletes tájékoztató, de a legnépszerűbb egyébként az SMS, ennek a telefonszáma 30-as 344-4304, és nagyon fontos, hogy az SMS-ben az SZIA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és születési dátumot is el kell küldeni. Lehet kérni a 1819-es telefonszámon, a NAV honlapjáról letölthető nyomtatványon, szintén a NAV honlapján elérhető űrlapon, levélben kötetlenül, csak az a fontos, hogy akkor ennek március 19-ig be kell érkezni ennek a kérelemnek, és akkor ezt április 30-áig fogjuk postázni a tervezeteket, tehát folyamatosan ütemezetten a beérkezett kérelmek alapján. Szintén nagyon fontos, hogy akinek van ügyfélkapuja, ő nem kérheti a postázást, hiszen neki ott van, hogy el tudja érni elektronikusan az ügyfélkapus jelszavát beírva a részére elkészült adóbevallási tervezetet. Ha valaki később sem akar ügyfélkaput nyitni, és ezt a március 19-i határidőt elmulasztotta,
de szeretné mindenképpen kézbe venni az adóbevallási tervezetét, megnézni az abban szereplő adatokat, akkor március 19-e után már csak személyesen a nagy NAV ügyfélszolgálatain tudja kikérni papíralapon, illetve ha később nyit ügyfélkaput, amint ügyfélkaput nyit, azt követően elérhető számára az adóbevallási tervezet. Ügyfélkaput lehet nyitni nálunk az ügyfélszolgálaton, de a kormányablakokban is.